Szeretettel köszöntök mindenkit Zircről, Reguli Antal szülővárosából. Reguli Antal elsősorban a finnugor népek körében végzett páratlanul gazdag nyelvészeti és néprajzi gyűjtő munkájáról vált híressé. Kevéssé közismert, hogy ő térképész és földrajzi felfedező is volt. 1846-ban elsőként készítette el Szentpéterváron az Urál-hegység északi vidékeinek részletes térképét. Ez a több mint 170 éves térkép még napjainkban is rendkívül értékes munka különböző tudományterületek számára. Reguli egyúttal földrajzi felfedező is volt, aki elsőként hozott híreket az addig az európai ember számára jórészt ismeretlen uráli vidékekről. Reguli 1819-ben született Zircen, tanulmányait Győrben, illetve Nagyszombatban végezte, majd a Budapesti Egyetem jogász hallgatója volt. Ezt követően a kor divatjának megfelelően külföldi utazásra indult. Tervei szerint Nyugat-Európában utazott volna néhány hónapot, viszont ő maga sem gondolta, hogy csak 8 év múlva fog visszatérni hazájába. Utazása során eljutott Skandináviába, és Stockholmban egy Arvidsson nevű nyelvész hívta föl a figyelmét a magyarok lehetséges nyelvrokonságára az Urálban élő finnugor népekkel. Reguli Szentpétervárra indult a korabeli oroszországi tudományos élet központjába, hogy minél többet megtudjon az uráli finnugor népekről. Szentpéterváron az ottani akadémikusok biztatására végül útnak indult az Urálba, hogy személyesen is felkeresse ezeket a népeket. Reguli szűkebb értelemben vett nyugat-szibériai utazása, amelynek kiindulási és végpontja egyaránt Perm városa volt, 1843. november 7-én vette kezdetét, és 1845. március 12-éig tartott. Utazása idején Reguli számos helyen megfordult az Urálban, illetve az azzal szomszédos területeken. Eljutott az Ob folyó torkolatának vidékére, majd észak felé haladva a Jugor félszigeten át a Jeges-tenger partját is elérte. Reguli saját számításai szerint mintegy 10 000 kilométernyi utat tett meg, és különböző helyeken többször is átkelt az Urálon. Utazása során egyaránt közlekedett lovasfogaton, rénszarvasszánon, csónakon és nagyon sokat gyalogolt is. A Reguli fizikai és szellemi teljesítményének jelentőségét akkor érthetjük meg igazán, ha az utazását megnehezítő időjárási és domborzati viszonyokról is képet kapunk. Éppen ezért mindenképpen szükséges pár szót szólni az Urál-hegységről. Az Urál-hegység Európa és Ázsia határán húzódik, 2500 km hosszan északról déli irányban, a Jeges-tenger környéki tundra vidéktől egészen a Kaszpi-tenger menti félsivatagig. Reguli több helyütt is megfordult az Urálban, őt gyakran az északi Urál térképezőjeként emlegetik. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az északi Urál megnevezés egészen mást jelentett Reguli idején, mint napjainkban. A Reguli által térképezett és bejárt területek nagysága meghaladja az 1,1 millió négyzetkilométert, ami a mai Magyarország hozzávetőlegesen 12-szerese. A Reguli térképezésének egyik fontos helye a sarki Urál, itt található ugyanis az Urál legmagasabb pontja, az 1895 méter magas Narodnaja. A sarki Urál, ahonnét Reguli először hozott új földrajzi ismereteket, meglehetősen tagolt, domborzatilag nehezen járható vidék és borzasztóan hideg. Éghajlatát tekintve mínusz 50 fokot is elérhette a hideg. A tél meglehetősen hosszú és igen zord. Tavasz és ősz is van, de ezek igen rövidek, átmeneti jellegűek és szeszélyesek. Az 1000 méter fölötti magasságokban a tél 9 hónapon át is eltart. A hótakaró csak június végén olvad el, de szeptemberben már újabb hó fedi a vidékeket. Reguli utazását nagyban nehezítették télen az erős nyugati és délnyugati szelek. A hegység nyugati oldalán akár több méteres hótakaró is nehezítette az előrejutását. Terepi munkája során Reguli elsősorban nyelvi kérdésekkel, néprajzi és népköltészeti anyagok gyűjtésével, szótárak összeállításával foglalkozott. Jól lehet, a kutatásai középpontjában nem a földrajzi szempontú adatgyűjtés állt, de ezen a területen is olyan mennyiségű és minőségű adatot gyűjtött össze,
amelyek a későbbiek során rendkívül értékesnek bizonyultak. Ilyenek voltak a kéziratos térképi vázlatai. Felvetődik a kérdés, hogy egy fiatalember, aki a magyarok nyelvrokonsága iránt érdeklődik, miként is kezdett bele a térképezésbe? Miért is rajzolt egyáltalán térképeket? Ennek két fő oka van. Egyrészt a terepen haladva nagyon hamar szembesült az addig meglévő térképek hibáival és hiányosságaival, és ezeket javítani kívánta. A másik, ami a legfontosabb, hogy az általa gyűjtött nagy mennyiségű néprajzi és nyelvészeti adatokat igyekezett a földrajzi térben is megjeleníteni, márpedig ennek leglátványosabb formája a térkép. Reguli 8 térképi vázlatot állított össze a terepen. Ezeket napjainkban a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának és információs központjának a kézirattárában őrzik. Szükséges néhány szót ejteni a térképezés körülményeiről. Reguli a terepi felvételezést mérőeszközök, illetve műszerek nélkül hajtotta végre, még csak iránytűt sem használt. A terepelemek szomszédsági viszonyait jegyezte föl, hogy hogyan helyezkednek el egymáshoz képest a folyók, illetve a különböző hegycsoportok. Felvételezés kezdetén még nem voltak olyan szándékai, hogy egy nagy átfogó térképet hozzon létre, mindig csupán az előtte álló kisebb területek leírására törekedett. Ilyenek voltak például egy-egy folyószakaszok vagy hegységcsoportok. Az objektumok pontos helyzetének meghatározása nem szerepelt a céljai között, a néprajz szempontjából elegendőnek tartotta a közeli pontosságot. A regulia földrajzi adatokat részben a saját megfigyelései, részben pedig az őslakosok adatközlései nyomán jegyezte föl. Munkájának eredményességét nagyban meghatározták egyéni képességei és jellembeli tulajdonságai. Kivételes szorgalma révén nagyon könnyen elsajátította a nyelveket, nagyon könnyen meg tudta magát értetni a helyi lakosokkal. Kapcsolatteremtő képességének köszönhetően mind a cári udvarban, mind a mancsi vadászkunyhóban, mind pedig a szamojéd rénszarvaspásztorok sátrában szívesen látott vendég volt, és mindenhol úgy távozott, hogy kellemes emlékeket hagyott maga után. Fontos megemlíteni, hogy Reguli nem gyarmatosító szándékkal érkezett az Urálba. Nagyon hamar elnyerte az őslakosok bizalmát, akik készségesen osztottak vele minden információt, amiben csak lehetett a segítségére voltak. A Reguli földrajzi adatközlői közül többet név szerint is ismerünk. Ilyen volt például Bakhtyár, a mancsi vadász, aki anyanyelvére tanította Regulit, és számos éneket osztott meg vele, de emellett földrajzi adatokat is közölt neki. Adatközlői között megemlíthető még egy Alexei Kasimov nevű gazdag mancsi, akinek földrajzi információja alapján Reguli két vázlatot is megrajzolt. Az északi Szoszva és az Ub folyók felvételéhez nagy segítséget jelentettek a hanti halászok, akik folyóiknak minden kanyarulatát név szerint ismerték és megkülönböztették. A folyó partjára a homokba lerajzolták a folyók futását, illetve a főbb mellékágokat, és Reguli ennek során vázolta fel a saját térképére ezeket. A Reguli munkáját nehezítette, hogy a távolságértékek az őslakosok részéről nem minden esetben fejezhetők ki határozott mértékegységekkel. Egy napi távolság, félnapi távolság, gyalog vagy iramszarvassal megtéve, nyári, őszi, téli távolság, szürkületi vagy ebugatási távolság mind olyan mértékegységek, amelyeket egy európai ember számára nagyon nehéz volt felfogni. Reguli ezt a problémát úgy igyekezett áthidalni, hogy ezeket a mennyiségeket összevetette egymással, illetve szerencsésen alakult az is, hogy több olyan őslakos adatközlőt talált, akik egy orosz hosszmértékegységben, verszben is ki tudták fejezni a távolságokat. Uráli utazását követően Reguli még a Volga vidéken kutatott, majd visszatért Szentpétervárra. Eredetileg rövid tartózkodás után indult is volna vissza hazájában, azonban az ottani tudományos körök fölkérték, hogy készítse el az Urál-hegység első részletes térképét az általa gyűjtött földrajzi anyagok alapján. A felkérést az is indokolta, hogy az akkoriban 1845-ben megalakult Orosz Földrajzi Társaság maga is expedíciót szervezett az északi uráli területekre, és szerették volna hasznosítani Reguli földrajzi gyűjtéseit. Az ottani akadémikusok fölkérték Regulit,
hogy maradjon még a városban, és dolgozza föl náluk az anyagait, és készítse el ott a térképet. Azzal érveltek, hogy a munkához szükséges segítség nem állna rendelkezésére Magyarországon, illetve magának a térképnek az elkészítése sehol nem jelent nagyobb érdeklődést, mint az orosz területeken. A Reguli 1846 végére készült el Nagy Uráli térképével. A Reguli Antal térképészeti munkásságának koronája kétségtelenül maga a kéziratos uráli térképe, ami több szempontból is egyedülálló alkotás. A körülbelül egyaránylik az 1.200.000-es méretarányú, esztétikai szempontból is igényesen kidolgozott térkép meglehetősen nagy területeket mutat be, minden korábbihoz képest nagy részletességgel. A Reguli törekedett arra, hogy a térképére minden lakott település felkerüljön. Munkájának alaposságát igazolja az is, hogy sok helyütt az időszakos lakóhelyként szolgáló vadászkunyhókat és a rénszarvas pásztorok sátrait is felvette. A térképi tartalom részét képezik még a fontosabb utak, illetve különböző határkategóriák. A Reguli térképén bejelölte az erdőségek kiterjedésének északi határait, illetve a földművelés és az állattenyésztés határvonalait is. A térképén 5 nemzetiség lakóterületének határait is bejelölte. A hantikét, a mancsikét, a szamojédokét, a komikét és a tatárokét. Kéziratos Reguli térkép legfőbb értéke a páratlanul gazdag névrajzában rejlik. Mintegy közel 2000 földrajzi nevet, magyarázó megírást, illetve távolságadatot tartalmaz. Ennek révén a térkép első kézből származó forrásként hasznosítható az uráli vidékeket érintő nyelvészeti, néprajzi és történeti földrajzi kutatásokhoz. A Reguli térképes névgyűjtése igazi értékmentő munka, mivel sok esetben olyan nyelveken rögzítette a földrajzi neveket, amelyeknek akkoriban még nem volt írásbeliségük, éppen ezért csak szájhagyomány útján terjedtek és nagyon gyorsan kikerülhettek a köztudatból. Annak ellenére, hogy Reguli a térképezést mérőműszerek nélkül hajtotta végre, a térképe meglehetősen pontos.